Énekszó mellett gyújtották meg Betlehemi lánggal a harmadik gyertyát vasárnap délután a város adventi koszorúján. Az örömfényei mellett a baptista egyház gyülekezete tette még meghittebbé az ünnepvárást. Aránymadár a fán, nagy csodáról versel. Földre szállt az Isten. Együtt énekelnek, békesség embernek, dicsőség Istennek. Sokan összegyűltek a Szabadság téren, hogy közösen legyenek részesei az adventi időszaknak. Csak annyit mondj, ha felcsendül az ének, és szárnyalva betöltik a kis szobát, Uram, örökre éneklem te néked a hála himnuszát. Advent a várakozásról, az együttlétről, az ajándékokról szól, amivel egymásnak örömet szerzünk. De Advent legfontosabb üzenete, hogy készen várjuk Jézus visszajövetelét, mondta ünnepváró köszöntőjében ifjabb Molnár József presbiter. Amikor minden rendben van az életemben, akkor az én adventi várakozásom ki tud teljesedni, teljessé válik, és ekkor mondhatjuk el azt, hogy igen, az adventi várakozás, az adventi készülődés, az ünnepeknek a várása, az teljessé vált, beteljesedett az életünkben mindaz, amit az adventtel kapcsolatban az Úr Jézus mondott. A baptista egyház tagjai dalokkal is köszöntötték a térre kilátogatókat. Műsorukban természetesen a közös éneklés is nagy szerepet kapott. A Szabadság téren sok-sok program is várta a gyerekeket és szülőket. Fel lehetett ülni az óriás kerékre, nem volt hiány finom ételekből és italokból sem, a gyerekek pedig a fűtött manó műhelyben karácsonyi díszeket készíthettek. A színpadon az idei adventen kizárólag ceglédi fellépőket láthat a közönség. Vasárnap Kőhalmi Ferenc bűvész varázsolta el műsorával a kicsiket és nagyobbakat. Marko jelenlegében is kinyitom a szám, dobd a számba, légy szíves, legyen zakendővel, hajolj meg, és egy nagy tapsot kérünk szépen neki is!